egyszerű megtalálni elsőre, hogy hogy kell. Egyébként. Nem, nem volt egyszerű, na de megvagyunk. Csápova. Nem tudok közben stream raidert indítani, ha még itt vagy, bár valószínűleg már te sem vagy itt, mint az emberek 90%-a. De miért pedig a Vampire Survivor alatt egyébként úgy pörgött a chat, hogy így, tudod így, másodpercenként 40 üzenet. Most igen. Most így nem. Hát az nagyon jó, ki is farmoltam vele az izét, tudod, hogy VIP slotokat lehet farmolni azzal, hogy sokan írnak a chatre egyszerre. Aha, aha. És így nézem tegnap stream után, gratulálunk, 80 helyet, most már 100 VIP slotod van. No, oké. Okay. Engem kicsináltak, azaz. Jó, meg revenge-eltek engem. Már visszajöttem most a izére, a bázisra, úgyhogy itt akkor befestjük a bázist. Oké. Okay. Ja, még itt vagy rajlik. Vigyél, lenyomjuk ezt a pár kört, azt utána megyünk vissza, nyugi. Te mit nyomsz ez utána, Vig? A kertbe megyek végre megint, Grounded. Grounded? Uh-huh. Mi az, hogy végre? Mikor volt utoljára Grounded? Hát ez az, szerintem múlt itt hétvégén. Igen, mert most, wow. nagyon sok olyan dolog volt, amit föl kellett dolgozni, és úgy nem fért már bele, hogy még a kertbe is játszogassak. Igen, most volt. De ott van fönt, ott van fönt! Oké, okay. jövök. Nagyon kis gonoszak, mert fölmennek oda a ligba. Ne! Ki csináltak? Amúgy igen, engem is fentről lőnek le folyamatosan. Ezek profik, Avid. Megint! Figyelj, annyira kék a hátsó rész, hogy nagyon. Igen? Megöltek. Beleestem a vízbe. Water dropping. Na jó. Ja, értem. Azaz! Hülye vödrös! Gyere ide, én most utánad megyek, megöllek! Hát mármint, hogy csak lefröcskölöd. Hát, ja, igen, ugye. Itt belefulladnak a tintába. Azaz! Ott van fent a kis nyomi, hát ez így szar. Gyere már le onnan! Fos fej! Fent áll végig. Erre képes. Fú, mennyi ideje tartogattam ezt a fröccsenést. Attól lett ilyen nagy? Igen, de nagyon-nagyon szólt. Most akár mondhatnám, hogy beterítettem vele a srácot. Ne! Hát mi volt ez a vedrezés? Menj már innen. Te most meghalsz. Ha, mi van? Ja, megkaptam Ivántól a választ, Krappa. Na. Yes, of course! Mondhatod? You can choose the dates! Mondom, aha! Oké. Okay. Egyértelmű akkor megint. Nekem még mindig nem. Szia, Szafu. Hát tudom, ezért mondtam. Na, mint hogy nekem még mindig nem egyértelmű, hogy most akkor... Mit akar, hogy akar? Na most... hát most nem vagyok benne biztos, hogy nyertünk. A végén egész nem jól... Nem értem, Zsolti. De hogy nyertünk. A végén levedrezett minket az ott középen. Pedig ez amúgy nem így nézett ki. Hát egészen más, hogy igen, tök más, hogy emlékeztek. Nézd, milyen izéje van, badge van annak. Martor 64, apró ő. Jó, hát úgy könnyű, hogy megjelenés óta nem feküdt le aludni a gyerek. Hagyjuk is. Aki jobb nálunk, az csak is 1000 órás, ugye egyértelmű. Ability unlocked, ja igen, mert új gear van rajtam, aztán fejlődött. Keep going, menjünk tovább. Fú, hát nyugi, voltak még nálam is rosszabbak a csapatban. Tehát, hogy... Mondjuk egy. Nem baj, bemelegítőkör. Jó? Bemelegítőkör. Jó, ez a kék, ez tetszett, ez a kék izé. Jól láttam egyébként, hogy a bevezetőnél ott az elején nekem úgy tűnt, mint hogyha mutatott volna új színt, vagy ez csak nekem tűnt olyannak? Nem tudom, ilyen semmitelen szín, ilyen fos. Igen, fos, nem? Az nekem is volt, de az új szín vajon? Hát én nem emlékszem, hogy olyannál találkoztam volna. Hallod annál... Na jó, láttad az ellenfél tímbe, hogy a vödör helyett nem, nála mi? Tudod mi volt? Egy kád, bazd meg! Egy kád volt a kezében. Mi a fasz? Hát az már kifullozta konkrétan akkor. Undorító. Na gyere ide, gyere ha mersz!
Kis haver. Nem mersz mi? Ez vagy te, szánalmas. A fics. Hát mert. Mert jönni és nyert. Hát fröcskölünk, de egyelőre nem eleget. Mindig rosszal akarok ugrani. Nyugi, a legkisebb foltokat is meg kell festeni. Hebe belehalok! Jézusom! Ez mi ez az eső? Hát nem is eső, hanem nem is csak esőt láttam, hanem ilyen hatalmas karika jött folyamatosan. Igen, igen. És az alatt esett. Azt szerintem a kádas csinálta. De örülök neki, hogy már ilyenjei vannak embereknek. Én meg itt az alapkis fegyverrel próbálkozom. Wow! Oké, most láttam, hogy a kád az mit Az buborékokat hez... Jézusom, maga elé, amik pattognak még tök hosszan. De jó! Jó. Látta? Igen, sajnos. Most kell festeni, gyerünk. Minél több sárgát. Azaz. Ajaj, jön, ajaj. Ha! Szép volt, azt nagyon megöltük. Jön kettő. Hát, oksa. Oksa. Na jó! Hát ilyen fegyverrel egy másodperc alatt megöl. Na jó, én onnan elmenekülök, ott megint van az a buborék kommandó. Ja. Az nagyon jól tolja, azt meg hátba lövöm. Azt szépen lekalapáltunk. Gyerünk, ebből még bármi lehet amúgy. De ez a buborékos olyan messziről lő konkrétan, hogy így esélyed az nem sok. Nem, semmi. Az így, mint a végig menne a pályán. Megöltük egymást. Nagyon-nagyon durván messziről pattog. Odani most is. Oké, nekem kell egy kád. Max. A puncikád? Tudod, milyen durva, hogy ezt még sosem hallottam. Hagyjál már! Esküszöm, nem hallottam még ezt, bazeg! Hát ez mi? Nem vagy ilyen pronyó, mint én lehet azért. Ja, meg is jön az eső, ne! Állj ki a körből! Hát ez jó! Igen, nagyon könnyű. Kész. Hát ez nagyon kóra! Elad kevesebb a csúszás, mint Davidnál. Ennyi, köszi. Köszik. Ezt megnyertük! Az mit jelent, hogy kevesebb a csúszás? Hát gondolom előbbre van a stream, vagy nem tudom, de ez hogy lehet? Még a netünk is ugyanolyan szerintem. Telekom 1000-esed van, nem? Na ugyanaz a netünk is pedig. Közelebb vagyok a hálózathoz lehet, a Twitch szerverekhez, közelebb igen, lakom. Igen. Te prémium Twitch felhasználó vagy. Igen. Amúgy pont múltkor erről beszélgettünk, hogy most van egy 8000-es bitrátás limit. Ha lenne arra lehetőséged, hogy mondjuk te, mint streamer, havi 10-20 dollárért, mondjuk 15000-es bitrátával tudj streamelni. Az nagyon, tudod, az nagyon jó lenne, de akkor kellene hozzá vennem olyan nézőket, akik képesek olyan internet szolgáltatóval rendelkezni, hogy így azt nézhessék. Yeah, ez már csak azon múlik, hogy milyen tömörítése van a Twitchnek. Lehet, hogy ugyanannyi bitrátából megoldják a letöltést ők, csak neked jobb a feltöltésed, azért szebben tudod kiszolgálni. De hogy én lehet, hogy elgondolkodnék rajta, sőt biztos, hogy jobb minőségbe tudjak streamelni. Mert ugye most hol Dél-Koreában van, ugye srácok, hogy már két hete csak 720p-ben lehet streamelni. Annyira, ja, ott letiltották, ott konkrétan letiltották. Le nem leterhelve, letiltották a 1080p-t ott a Twitch. Igen. Ugye, hát van. Erre volt az első komment a poszt alatt, hogy miért nem tiltja le a Twitch egész Észak-Koreát. Tehát, hogy ugye, hogy van. Észak-Koreával sokat nem veszítenének, mert szerintem ott senki nem nézheti. Mondjuk az is igaz, Dél-Korea az inkább. Észak-Koreában 3 weboldal jön be, abból 2 nap, hogy megnyerték le az összes világbajnokságot, meg olimpiát, ami kamu, ugye? De hogy tényleg amúgy. Ott kajak, ez lejött, mint hír, hogy hogy amikor volt az olimpia, akkor ilyen hírek jöttek be, hogy megnyerték az olimpiai számokat, meg ilyen. Ezt nem is ők nyerték, tudod. Wipe out!
Mindenkit megöltünk. Akkor most kell tolni előre, gyerünk. De mindig kékek vagyunk, ezt látod? Igen. És az enemy mindig sárga. Twitch-en szar a töbrítés, YouTube-on 2K-stream nulla lag. Hát... Nem tudom, jó lenne, hogyha már ezt az AV1-es kodeket behoznák, amiről annyit beszélnek. Sokkal szebb lesz a stream ugyanezzel a bitrátával. Elvileg a Twitch-nek a kódolója nem a legjobb. Hallod, beleestem a vízbe és meghaltam, bazd meg. Igen, ez olyan. Nem szabad beleesni a vízbe, Avi. What? Yes, Pepi, mi ez? Nem tudom, de én is éreztem. Hatalmasak lőttek rá, de hagyjuk már! Ennek a galaxinak olyan fegyvere van, hogy... Hallod? Hallod? Mik vannak, Avi? Hát itt már krapa, itt már nem mi vagyunk a prók. Nem. Mi nem. A prólők vagyunk! Ja. Tehát első nap... Első nap mi voltunk a királyok, Avid. Hát, na mi van, Wipeout? Megyek is előre, amennyire lehet. Az mi? Ezt kapja elvileg. Hú, az nagyon fölé lett és meg is halt. Ezt kapom valahonnan nagyon. Ha haltam is felettem volt. Szia, Leki! Nyertél botok ellen nyomod? Ez még 2022-ben? Egyébként? Ez most tényleg? Ne! Ez a botony beszólás. Hátulról! Igen, ahogy látom, ezen a pályán borzasztóan szeretnek ott fönt átsingózni, és akkor onnan föntről lövöldözni, mert hogy nagyon izgalmas. Imádják. Hát nem az izgalomra mennek, hanem hogy vineljenek. De nem vinelnek, tehát hogy még így se. Nem, ezt nyertük. Ja, nyertük. Szia, Norians, hello. Csá mindenkinek. Mikor voltatok ti prók? Jaj. Ne, már megint kezdődik. Mikor voltatok prók? Botellel játszotok? Igen. Hogyha valami szép történik, tudod, akkor mindenki ízé a másik monitorát nézi, meg nem történt semmi. De egyszer bénázol, az egész világ kiklüppeli. Figyelj, nálam van egy ilyen, hogy ha én valamilyen játékba ügyes vagyok, megy, akkor csalok, de amikor beszélgetünk arról, hogy mondjuk a nézők közül is játszanak ugyanazzal a játékkal, és valami hasonló megoldással ölnek meg a Grounded-ba mondjuk egy pókot, az bazd meg kreatív, én meg csalok. Ja. Tehát ez a legjobb. Ja. Tipikus Twitch chat. Ne, de is nyugi. Na végre, sárgák vagyunk. Citromsárgák vagyunk. Let's go. Már hozzá kell tenni, hogy citromsárga a vid, mert tudod, PC, meg minden. Ja. Jaj, hallottad? Juj. Nem nézek ilyen műsorokat. De van ez a celeb vagyok, meccs ki innen. Na, hát sajnos tudom, mert Zsani szereti. Beus is, és volt egy jelenet, ahol ugye a Vadon Jani meg a Sebestyén Balázs vezetik a műsort. Igen. És volt egy jelenet, ahol a Vadon Jani egy kisfiúval beszélt, de tudod, külföldi, tehát nem tudom hol vannak most melyik országban, mert nem nézem. De hogy valami nem kolumbiai vagy Kolumbiában nem tudom. Kolumbiában vannak. Igen. Ezt csak azért tudom, mert a rádióban nincs Balázs, és mindig azt mondják, hogy majd ha visszajön Kolumbiából. Ja, aha. Na, állítólag Curtis is vissza se akar jönni. Szóval, hogy... Ja, mert igen. Ott nincs kiadás. És elvileg a Vadon Jani valami olyanokat beszélt a kisfiúnak, egy 6-7 éves kisfiú, láttam a videót, hogy tudod, nem értette, hogy mit beszél, csak meg volt mondva a kisfiúnak, hogy mindenre mondja azt, hogy sí, señor. Igen. Vadon Jani megmondta neki, hogy ha továbbra is ennyi fánkot zabársz, akkor 2 év múlva 150 kiló leszel, és így mondta a gyerek, hogy sí, señor. Jaj. És így most ki vannak akadva, vágod ezen a hazai celebjeink. Hogy ezt igen. Hogy? És ezt hogy merészelték, és meg miért, és úristen, tiltsák el őket a tévézéstől örökre. Hú.
Figyelj, annál nem prolibbak, mint ami az X-faktorban megy. Tegnap Zsanival kimentem egy kicsit tévézni, oda kapcsolt az X-faktorra. Hú, az nagy kár. Ember. Az nagy kár. Tehát én így még a Discordon beszélgettem is a srácokkal, hogy most vagy én vagyok már nagyon öreg, de hogy ez így hogy? Ja, meg mondja, igen, anyád mondta, hogy én vagyok az apád, sziszenyor. Ja, de no. Most tényleg, tehát hogy, na, hogy mondjam, nem volt szép, és a Jani bocsánatot kért, meg valami büntetést is letolt, tudod? De hogy így nem hagyták annyiba, és most ilyen teljes cancel van ellenük, bazzánk, itt Magyarországon. Meg is értem, proli. Tehát, hogy ez semmi más, mint proliság szerintem. Igen. Tehát, hogy ennek én nem látom a fun faktorát. Hát... Csúnya PC világot élünk, bassza meg az helyzet. Au. Gyere ide! Na mi van? Ja, amíg Varga Irén meg társai ott lehetnek a médiában, nehogy már a Vadon Jani féle dolog legyen a legdurvább a magyar médiában. És egyébként hát ez és igaz. Látod, tehát, hogy... És látod, de. Tehát a Varga Irénnel semmi gond nincs. Ő így a standard. Fú, múltkor láttam valami TikTok klip jött föl. Irénről, hogy vállalhatatlanul nézőt ki szokás szerint. Szia hősök. De. Szokás szerint. De valami olyan volt, így tartott egy hamburgert, bazd meg, ami félig meg volt rágva, hogy hamburger! Nálam van kaja! Nem éhezünk! És itt mi van? Nagyon snowflake-ek lettek az emberek, igen. Soroljon fel Avid vígjátékokat, amiket nézett az utóbbi években, és nevetett rajta, ma mint proli már. Vígjátékot? Hűha. Az a baj, hogy mostanában elég kevés új filmet néztem. Általában sorozatokkal próbálok, próbálom utolérni magam. Mert csomó van, amit szeretnék megnézni, meg például most a Lucifert én újra kezdtem. Hát, most így nem tudnék mondani az a helyzet. Hát vígjátékot amúgy én sem. Nem is nagyon volt jó film mostanában szerintem, ami jelent meg, nem? Nem. Egyet sem tudnék mondani. Nem, de én tegnap annyira fölkúrtam magam, képzeld el ezen az X-faktoron. Én még elő is vettem a telefonomat, és tweeteltem is egyet, hogy mondom, mi az a Mühlmeier fasság, ami megy. Nagyon tehát durva, hogy volt fölöltöztetve az a két ember? Tehát, hogy... Nem, én nagyon remélem, hogy az föl lett öltöztetve, mert hogy maguktól öltöznek így vannak, az még rosszabb. Azt nem tudom, a X-faktorról annyit láttam, hogy továbbított valami két gyerek, akik tényleg olyan szinten tehetség, tehát Alex vitte nyilván tovább őket, ami olyan szinten tehetségtelenek, hogy hallgathatatlan, és helyette meg hazaküldött valami, tehát az élő show-ba, hogy elvitte magával őket, és amúgy meg ott voltak ilyen tök tehetséges emberek, azokat meg hazaküldte, hogy ezt a két Mühlmeier kis hülye gyereket magával vigye, nem tudom. De nem nézem én se, szóval így én nem érdekel, csak ezek már direkt, tudod így, és akkor így látom a kommenteket, mert ezt Facebookon láttam ezt a cikket, hogy ezt hogy csinálhatta meg mi volt ebbe, és így majdnem odaírtam, hogy pont ez a lényege, hogy így született 1500 komment, hogyha meg tovább vitte volna azokat, akik megérdemlik, akkor a kutyát se érdekelni. Persze. És az emberek nem beszélnének róla, és meghalna az a műsor is, ahogy egyébként kellene, de na mindegy. Tehát egy emberek nem értik, hogy ennek ez a lényege. Hogy nem az a lényeg, hogy tehetséget keressenek egyáltalán az ilyen műsoroknak. De az Alex tehetségtelen, ezért nem tudja, hogy mi az a tehetség. Hát, most ez meg, erről meg megoszlanak már... a vélemények, tehát van, aki nagyon szereti. Én, tehát hogy még hogyha van is jó száma, és tényleg mondjuk értékelhető, én nem szeretem annyira a zenéjét. De emberileg valami borzasztó. Tehát hogy nekem nagyon, nagyon nem jön át. Engem kifejezetten irritál.
se nem látom a zenében én sem a, nem tudom, hogy miért kellene ezt hallgatni, bár nem is stílusom, szóval így messze áll tőlem ez a nyavajgás, úgyhogy nem, abszolút. Lehet, hogy akinek ez a stílus tetszik, az azt mondja, hogy tök tehetséges benne. Valószínűleg nincs ilyen ember, azt, de azt, lehet. Azt ki amúgy nem állunk jól, Avi, nem állunk jól. Nagyon, nagyon jók ők. Nem, ez túl sok rózsaszint látok, ami lila. Most is csak trédelni tudtam. Amúgy nagyon jól lőnek. Most megöltem egyet, és megölt ő is. Tehát folyamat trédelések vannak. Tehát az biztos, hogy például használható bultiaik vannak, mint nekem. Mert a kalapácsossal is nagyot ment a srác, a... Nem mindegy. A 63%-ot ritkán látok azért, vagy 64-et. De is látod, hogy nem is maradt? Tehát 63 meg 27, akkor így nem nagyon maradt hát nem. Szabad. Pár százalék, egy 10. Majdnem megáll. Igen, igen, volt, nem? Hát, jó, van az, pontot, hagytuk neki. Ezért majdnem 1100 pontot azért csináltam. De hát ez sem volt elég. Én is majdnem 1100-at. Mondjuk második lettem. Jó, két másik volt szar nálunk, amit rájuk kell fogni, ez a Lilo, meg a player, hát ez nem tudom, mit csináltak egész meccs alatt tényleg. Ezt a sárga szint, ez csípem, vagy ez nem is sárga, ez tudom, ilyen takonyzöld inkább. Mi ez a pusztító alpáriság? Ez a következő generációs e-sport játék. Ez a Splatoon 3. Paintball, viszont nem egymást kell lőni, egymást is kell lőni, de itt a lényeg, hogy mekkora részét színezed be a pályának a saját színeddel. Állítólag az Unibetnél a PUBG verseny péntek esténként a Splatoon lesz most már, nem PUBG. Rájöttek ők is, hogy... Ó, de jó ez a szín! Úristen, én ezt... Egy jó teal. Igen. Én ezzel konkrétan, úristen, tudok azonosulni. De kurva jó ez a szín. Nem, amikor írtál egyébként, hogy akkor holnap mehet-e a Splatoon, akkor épp... Ez az ulti, bassz. Épp azon voltam, hogy ne hányjam el magam, mert elmentünk a trófeába, és én tudod, az a fajta ember vagyok, aki hogyha all you can eat van, akkor hát all you can eat. Tehát, hogy baszeg. Még a farzsebedbe is tömsz rántott húst, vágom. Láttam ilyet, amikor úgy áll a pultnál, hogy a tányérjára is töm, meg kettő brokkolit berak a zsebébe, hogy csak majd otthon is még izé nyomhassam. Nem, amúgy sajnos az a baj, hogy ugye fogyóztam nemrég, lement egy 12-3 kiló, és alig bírok el. Micsoda! És idegesítő bazzek, hogy ott állok, vágod a sushis bár előtt, és 15 sushit bírok megedni, amikor ott van több száz. De honnan ment le neked 15 kiló? Vagy 13 kiló? Hát honnan? Én dagadt voltam, Avi. De hol? Tehát, hogy találkoztunk, mire nem voltál dagi. Hát mi akkor a hasam volt, hogy izé? Ja, akkor neked is az van, mint nekem, hogy így igazából annyira nem lehet látni, csak téged zavar. Így van. Ja, így van, jó, azt vágom. Na, ezzel tudok azonosulni, Krappám. Igen, szóval az a 13 kiló, az mind a hasam volt, basszánk. Az hát, igen. Nem azért, de... Ja. Az a sniper ott hátul, azzal a Robin Hoodos megoldásával, az kifejezetten idegesít. Nem a Hatsból ment el a 13, az még mindig nagy nyugi. Azt hitted elbújhatsz, mi kis Robin Hood! Na te ügyes voltál. Ja, és most egy ilyen nem trófeás alkalommal vissza is megy mind a 13 kiló. Hát ettem vagy 10.000 kalóriát, az biztos. Abból 6.000 süti volt. Igen. Jó is, hogy drága egyébként már a trófea is, mert nem szabad. Én emlékszem, még tavaly ilyen 7000-ért mentünk, meg 6500-ért, most 11500 forint már. Mondjuk nekem nem kellett fizetni, de annyi volt, megnéztem. De nem már, miért csinálod ilyen ügyesen? Én meg nagyon bénán lőttem most. Nem, jó vagy a vid, ne ostorozz magad, nagyon jól játszol. Communication error. Igen? De ja.
Nem baj, mert 9 nekem is. Hallod, 8 sek volt a meccs végéből, és dédoszolnak, mert biztos nyertünk. Igen. Igen. Én pár mi szabadultam meg 65 kiló feleslektől. Na, szakítottam az akkori 60. csajomban. Ezt akartam, hogy tudtam, hogy valami ilyesmi lesz, tehát, hogy 65 kiló annyira biztos voltam benne, hogy az lesz a mondat vége, hogy kidobtam a csajom, vagy valami ilyesmi. Úristen. De nézzek, nálam meg rögtön az első kérdés gentlemantől elvált. Igen. Nagyon jó. Imádlak titeket, de ezek a dumák. És ott kivel beszélgetsz a cseten? Ja, Bencivel. Na, figyelj, Avi, szólj, ha kint vagy, és akkor csinálok egy új lobbit. Mehet, mehet. Joinable vagy, nekem ja. Azt írja. Te mindig. Na, nagyon fasza. Szépen köszönöm a 35-öt. Akkor most mondd el, hogy kell megint csinálni, mert ki vagyok ettől. Regulár meccs, és alul balra gombot nyomsz, hogy with friends. Várjál, haver, még azt sem tudom, hogy melyik gombot kell megnyomni ahhoz, hogy egyáltalán behozza azt a menüt. Azt hiszem L betűvel hozott be a meccs menüt. Vagy X-el. Nem, az X-el a menüt hozott be. L. Regular with friends. Uh-huh. Oké. Okay. Create. Fú, ezt nagyon meg kellett változtatni. Ki van írva? Jó, de ki olvas ebbe a játékba? Oké. Okay. Sorry, but the room you are trying. Aha. Most már. Most az új krappához csatlakozom. Ja. A megújult, a lefogyott krappához. Már az előzőre azt mondta, hogy már vége. Na jó. Streamer, aki olvas, de ugye? Nem az a lényege, hogy streamelsz, azért hogy néged is olvasod. Ti? Ja. Itt vagytok a chaten, úgyis beírja valaki, ha nem olvasol. Hozzám? Fegyvert már nem is válthatok egyébként, hogyha bejoinoltam a szobába. Egy perc, srácok. Ők meg srácok. Megint kék. Szia, Opti. Megint kék. Ez egy tipikus tintakék. Ebből nagyon sokat szívtam fel, amikor gyerek voltam. Vagy ki nem szívkodtál? Te is rágtad a postaironnak a kék felét? Hogyne. Ajaj, ez feltörni. Mi van? Dehogy törlött fel. Dehogy törlött fel, kis haver. Segítsen valaki! Itt van! Segítsen valaki! Nem jó! Bazd meg! Hülye Eris! Hallod, a cápával beleúlt, izott a vízbe! Az nice! Az enemy volt legalább? Aha! Nagyon helyes. Nagyon szép. Haver, gyere ide! Na azért. Mi az a postairon? Úristen, te nagyon fiatal vagy, Pumi. A postairon volt az a ceruza, aminek az két irányból lehetett hegyezni. Az egyik fele piros volt, a másik kék. Igen. Jó, de ő miért nem hal bele? Mit, ti nem szívtatok tintát soha? Mármint így 6 évesen, amikor megrektáltok a végét a tolnak, és véletlenül kijött belőle? Dehogy nem, hát hányszor volt tiszta tinta a pofám, és utána ott köpködtem. Én 4 évesen vagy 3 évesen babot toltam az orromba amúgy, most nem tudom, hogy jutott eszembe. Anyu a izével szedte ki a szemöldök csipeszével. Én múltkor akasztottam ki a srácokat azzal, hogy mondtam, hogy mi régen csináltunk ilyet, hogy ilyen... Hát így bogarakat ettünk, tehát ilyen pókot, meg legyet. Fúj! De minek? Mert mindent ki kellett próbálni, hát tudod, amikor egymásnak mondogat, úgy sem mered, ahogy nem mered. Ja. Az jó. Amúgy ezeket csomószor megöljük, de... Nem tudom. Még sincs befestve nagy része. Technokol? Hát az jó volt, amikor rajzórán ragasztani kellett, meg technika órán. Szerettük azokat az órákat, igen. Csukott ablakoknál, 20 technokol elő. Nagyon jó volt. Óra végén már nem tudta a tanár, hogy miért nem bírunk felállni se a padból. Dölöngéltünk ott, mint a izék.
Brooklyn Kályha mellette, és tudod. Hát igen. Ezt kaptam. Régi szép idők. Betegtropolozások. Hát igen. Hú-hú! Másodjára ölöm meg a izé ultiá közben. Á, és most véget ért a streakem. Egész sokat öltem most. A egymást. Na, ez most jó volt, én is most sokat öltem. Ezek nem arra mentek, hogy fájtoljanak velünk. Micsoda? Én azt hittem, ezt simán hozzuk. Nem, ezek szerint nem. Valószínűleg tényleg ők kerülték a fájtot, de szétspickoltak mindent. Jó, de hát milyen ruháik vannak már, nem már? Tehát ezek tök menő. Nézzük, az a másodiknak az a Jackie-e is milyen jó. Azt mondja Opti, hogy ő egyszer 6 gyereket etetett meg, ilyen 2-3-4 éveseket, mert azt mondta, hogy finom sós a hangya. Erre, hogy köztük volt a fiam is. És te még szabadlábon vagy, Opti? Tehát, hogy még így a szülők azok így nem jelentettek fel a faszba. What? Még a technika könyvekből tanultunk, szuper volt. Ti tanultatok? Na, te is 9-et öltél, nice! Ez most jó kör volt, mondom, ezeket könnyű volt megölni. Hősöm vagy, Opti. Hát, oksa! Nem így jellemezném, de ti tudjátok. Hogy gyereket etettem meg hangyával, köztük volt a fiam is. Beszarok rajtad. Most jövök egy én a téren az útszóró sót nyalogattam. Fúj! Az útszóró sót, mondjuk gondolom csak sós volt. Azt Attemil írja, azóta minden hétvégén láthatja a gyerekét. Igen, vagy a gyereke látogatja minden hétvégén a börtönbe. Communication. Na hát, communication. Nagyon szép. Nagyon finom. Hűha. Oké. Na, akkor multiplayer maps and mods have been updated. Ja, szerintem, óra van. Aha, igen. Anarchy Battles. Ja, mert én 10-es szintű lettem. Oh. És megnyílt nekem ez az Anarchy Battle. Aha. Ami meg most nem tudom, hogy milyen menüpontba dob el, mert természetesen valamit leokéztem, és most töltőképernyőn vagyok. Ja, connecting to the internet, jó. De figyelj, amíg azt létrehozod, addig hagy ugorjak el, gyorsan megnézem, hogy 10-es szinten milyen fegyverek nyíltak meg, mert lehet, hogy tudok váltani. Még lehet, hogy egy kávér is elugrok. Akkor nyomassad. Fogod felkészíti őket a posztapokus jövőre, egyszer ezek a gyerekek hálásak lesznek, hogy nem finnyásak. Amúgy igaz? Amúgy most, hogy a finnyás szót így leírtad, én nemrég jöttem rá, hogy vannak embertípusok, akiket utálok. Úgy mindenkinek vannak. Mit nem szereted a magas embereket, nem szereted a, mit tudom én, a snowflake-eket. Várjál, mi az, hogy nem meg szereted a magas embereket? Mit tudom én, biztos van, aki nem szereti őket, mert ő alacsony. Mit tudom például a Csetemen Zsolti, tudod, ő ilyen 1,60 mély. Vágod, és akkor igen. Így, nem szereti a magas embereket, mert irigy. Ja, mert fáj a nyaka. És rájöttem, hogy én a finnyás embereket nem szeretem. Nem szeretem a finnyás embereket. Én pedig nagyon finnyás vagyok. Nem már. De én már mit kajába. Másban nagyon nem, hát, de kajába. Arra gondoltam egyébként. Ha nem. A kaja. Arra gondoltam, ja, igen, arra. A kaja finnyásságot. Igen, ez úgy, hogy vannak dolgok, amiket eszek, és így én nem csaba vagyok ez a nagyon tesztelgetős, hogy lehet, hogy az is nagyon finom, az a, nem tudom, a tintahal karikát belemártod a, mit tudom én, lekváros zsíros pirítós tetején. Nem szeretsz új dolgokat csak kipróbálni, nem, nem semmi. Igazán. Most látod, elmész egy ilyen all you can eat-be, és megint a ízét teszed a, mit tudom én, a boros csirkét, meg a húrós csúszát. Igen, én ebből a szempontból mondjuk egy olyan, amit még soha nem ettél. Nem. Én nagyon-nagyon ritkán próbálgatok ki ilyeneket. Meg már! Hol van a finnyesek határa? Hát ott, ha valamire azt mondod, hogy nem eszed meg. Majd, hogyha nem lesz, megennéd. Edd meg! Én nem tudom. Ez a kád? Nem tudok azonosulni. A puncikád? Na, mentem kávért. Igyelj meg. Ez mi ez a fegyver? Ezt nézzétek már, srácok! Ez egy láncfűrész!
Ez normális? Na jó! Na jó, ezzel mondjuk nem tudom, hogy hogy lehet normálisan harcolni. Na, mert nem takarodj. Ez nagyon durva. De várj, valami új fegyvert kellene venni, mert most van 3 tokenem, tehát megvehetek olyat is, ami még nincs unlockolva. Én azt a kádat keresem. Várjál, 30-as szintű. Hol van az? Atya úristen, ez mi? És ez? Ez micsoda? Na jó. Ezt hogy gondolták komolyan ezt a fegyvert? Oké, ez nagyon menő. Na, mi van még itt? Ez sem néz ki rosszul, de hol van a kád? Nem látom a kádat. Itt van! Várjál, clean up. Oké. Ez mi menő már? Oké, én ezt megveszem. Nekem ez kell. Nekem kell ez a kád. Hol van? Leave. Szia, Metril. Itt van. Sprinkler és Inkstorm, ráadásul jó a izéje is, az ultija is, meg a skillje is. Jó, adom, én ezt be is vásároltam. Na re! Hallod? Volt 3 tokenem. Na. Úgyhogy tudod, olyat is meg tudtam venni, ami még nincs szintbe kiszedve. Én megvettem a kádat. Az valami 27-es vagy 28-as szinten jön be. És ilyen buborékokat dobok ki magamból, amik még előrefele pattognak. Igen, azt láttuk akkor a srácnál. Zsoltolta. Na, megcsinálom a szobát, jó? Jó. Szóval kérdezzétek, hol kezdődik a finnyáság határa. Nem ott, amikor valami nem ízlik, hanem amikor ki se próbálod. Szerintem az finnyásság. Nem tudom, az analszexről beszélgettél már, Krappa? Az is egy egész jó újdonság, hogyha gondolod, és így nem vagy finnyás, akkor így... Kinek újdonság az? szép! Oké, nice! Ezt lecsapta. Tudsz csatlakozni. Ez, jó, így, én ezért szeretem Krappát, srácok, látjátok? Nem ijed meg őszintén válaszolni. Na, azt mondja, Krappa. Analszex, hát voltam egy évet börtönben. Ja? Ja? Ott van, nézd az ikonomat, egy nagy kád. Zseni. Nagyon jó. De megváltozott a grounded? Nem, a grounded nem változott meg. Tudod, mi változott meg? Te változtál meg, mert nem figyelsz. Tegnap mondtam, hogy Krappával fogunk kezdeni, splatoonozunk, és utána megyünk majd a kertbe. Itt vagy? Ja, te nem látod azt, amit én festek. Francba. Most már igen. Most már... Majd nem. Már nem. Na, majd megnézem. Bent. Nem, fiai, nem jelék, ha voltam minisztráns fiú. Ja? Fiai, leugrunk az elején valahova a bázisra, és csak egy picit megállunk, amíg a srácok elmennek, csak megmutatom, hogy izé, hogy fest ez a cucc. Nézd csak, fiai. Várjál, elnézze, itt. Nézek, beállok, és csak jó, figyelj. Meg beszarok, igen. Meddig elpattog, tényleg. Nagyon durva, nem? Nagyon brutál, az brutál. És ráadásul tudod mi a jó? Mind a két skillje is baromi jó, mert az egyik a sprinkler, ami tudod, így folyamatosan sprickol szana szét, festéket. Igen. Az ultia, igen. Az pedig a rainstorm. Az a izé, a felhő, amit láttunk. Az mondjuk baró.
az varó. Be lehet festeni? Befestem, befestem, Mindenki zugot, befestek, avid. Azaz low on ink, az nem jó. Ja. Hova tűnt? De várjál, nem lőttem el az ultimat. Az előbb elultiztam, és nem, hát nem tudtam, hogy hogy kell elindítani. Ja. Oké. Okay. Arra nem voltam felkészülve. Én se, hogy beugrik és olyan double kill-el a csávó. Sziasztok. Amúgy sok kéket látok most, nem állunk rosszul, vagy nem tudom. Lehet, hogy csalóka. De azért átvestem a sárgákat. Húra, batyám, ez mi volt? De nem jó! De miért nem lőtte el az ultit? Azt mutatja, hogy R betűt kell megnyomnom, hogy make it rain, de nem történik meg. De várj, nem tudsz ultizni. De tudok, előveszi az ulti fegyvert, tehát látszódik, hogy valamit akar csinálni, csak nem történik meg. Tehát tudod, tartja nem a kezébe. Égre, vagy valahova biztos, hogy ilyesmi. Kell célozni, ahova nem szerintem célzok le jelenleg. Van. Igen, igen, igen. Hát az valaki átvesette sárgára itt a kezdőnket, mi a franc? Valaki nagyon izé volt itt. Az ő ecsetes srácok, hát az nagyon darál, aki double killelt minket. Aha. Hallott, szerintem még nem killeltem egyet se, és ezt most komolyan mondom. Szerintem neked. Én sem. Ne, mi csinál az az ecsetes? Azt látod? Látom, most öltem meg, hála a jó égnek, de csak azért, mert én nekem messzebbre pattognak a buborékjaim. Jó, ez szerintem nem kérdés, hogy ki nyert. Nem, ezt megnyerték, ezt odaadtuk. Na igen, majdnem. Tehát ez az alázat. Majdnem, ugye? Én kíváncsi vagyok, az ecsetes srác az hány pontot csinált, mert azt szerintem nagyon, az nagyon-nagyon darálta. Azt szerintem bot volt. Az vitte. Ez egyértelműen bot. Miért lennél finnyás akkor, hogyha azért nem próbálsz ki valamit, mert allergiás vagy rá? Hát az ha allergiás vagy rá, akkor az már feltételezi, hogy egyszer kipróbáltad és szarul jöttél ki belőle. Igen. Splatoonban van-e ranked? Amúgy nem tudom. Azt na várjál, tudom, most hogy... megpróbálom ezt az ultit ellőni. Azt tudom, hogy akinek van Nintendo-ja, annak van Splatoon-ja is kb. Tehát annyira szeretik ezt a játékot. Nem próbálom. Meg sokan nyomják versenyszinten, szóval lehet, hogy van. Simán el tudom képzelni. Egy jó minisztráns fiú. Nare. Ez az. Nagyon szépek vagyunk. Nem veszíthetünk ilyen szép színnel a vid. Oké. Oké. Ó, van még egy kádas velem. A mi csapatunkban? Aha, mert itt dobálja adom. A buborékot mellettem. Adom. Ne! Pedig tudtam is, hogy ott nem szabad. Az, mikor a rácson elkezdesz, tudod úszni. Az nem jó. De melyik itt Réna jobbal? Ne! De mi? De oké, az R betűt mondja, de hiába nyomom meg, semmi nem történik. De ma másodjára, most végig nyomkodtam az összes gombot. Szerintem YouTube tutoriát kell nézni, a vid nincs mese. Nem értem. Na jó, most megint ulti. Ulti. De mennyiben nem hal amúgy? Haló! Ja, de, ó, de hülye vagyok! Jó, bocsánat, minden egyes alkalommal elultiztam, csak ugyanúgy néz ki az ulti rész, mint amikor eldobom a sprinklert, és csak így eldobtam valamit,
És nem láttam, hogy az az ulti, de az most láttam, hogy azt csinálja a felhőt. Na, tök jó. Szia Galana, hello, mindenkinek hello. Jövök segíteni a vid. Kösz. A segítség alatt azt értettem, hogy majd engem megölnek helyetted. Igen, de én megöltem utána egyet ott. Zsír. Itt szeretnék felmenni, köszönöm. Nagyon hamar kifogyok viszont a föstékből. Mi ez a... What the fuck? Ja, aha, az a fegyverrel gyorsan kifogysz. Aha. Az igen. De most tényleg te ott állsz csak fent, semmit más nem csinálsz. Hülye úr. Kapod. Azaz, gyerünk. Most ezek megtudják. Na majd most megtudják. Jövök előre, tess! 1-0! Hű, ezt megkapta. Amúgy jól előre toltuk a végén, szóval ebből bármi lehet. Igen. Amúgy... igen, minimális. Bunda. Csalás. Bunda. Nem annyira rossz egyébként ez a kád, de még egyelőre annyira nagyon nem tudok vele nagyot menni. Hát kell egy pár kör azért, míg megtanulsz vele lőni. Gondolom. Ez volt a headkillen. Na, hát ami. Jó, hát nem a legerősebb köröm volt. Igen, sűrűben, tehát hogy párszor kijöntöm a kádat, és utána fixen vissza kell menni, mert hogyha nagyon, nagyon kifogyok a festékből, akkor utána baszi sokáig tart visszatölteni. Nem szabad teljesen lemeríteni. A célzás nem a fegyverem múlik. Jó van, na! De a buborékjaimat nem tudom irányítani. Hogy lehet nyerni? Hogy érted? Mire gondolsz? Ez most egyébként egy ilyen nice kompliment arra vonatkozó, hogy amióta nézel minket, csak veszítünk? Tehát, hogy nem tudod, hogy néz ki egy győzelem? Nem tudom, mire gondol a srác. Ja, a videókártya. Soha többet. Soha többet. Amúgy hol vannak az emberkék tőlük? Túl nagyon szerintem. De miért? Ezek nagyon halnak. Havid, ezeket szétszedjük most. Akkor menjünk, toljuk előre. Én teljesen előre. Jaj, ne, a curling golyó. Hol az zöld? Vigyázz a curling! Hú, curling! Baszkikám! De látom, trédeltetek. Úgy értem, hogy ezt a játékot lehet PS-re venni? Ja, nem. Nem. Ez csak Nintendo Switch-re van, képzeld. Kisajátítottad magának ezt a Nintendo. Mint kb. Mindent. Nálos, ez csak Nintendo lehet volt játszani. És az a baj, hogy benn volt az ultim, és nem lőttem el. Mondjuk nem tudom, hogy az ultimmal egyébként öltem-e már. Tehát, hogy én így eldobom ezt a rényt, de lehet, hogy nem jól. Minden kezdet nehéz, Avid. Jó, stőjük megvan le az ulti. Uhú, mi van? Hát, ezek nagyon kapják most.
ha ezt nem nyerjük meg, akkor ott valami, félre ment. Figyelj, ment a Rain, most ott van rajtad elméletileg a Rain. Rajtam, igen, csak... És halt is benne a srác, halt is benned. De láttam, hogy lőtted. Igen. Csak kezembe volt az ultim, aztán úgy nehéz volt. Kicsi sprinkler, tedd a dolgod! Ezt kaptam. Mi az anyádat csinálsz az a sniperrel ott fent? Igen, kellene rá sok attack speed, meg ink saver. Jó, hát amikor már ilyen buildeket raksz össze, hát te már milyen pro vagy. Igen. Ó, oh, oké, okay, kiestem a pályáról. Meg kell ölni. Azaz. Szia, Ferko. Amúgy ezt a Switch kontrollerével játszod, ja? Szerintem egeret, meg billentyűzetet nem is lehet rákötni. Ezzel játszom. Na így lehet nyerni! Let's go! Mi van? Mi van? Easy. Hol van a chat? Beírom, hogy easy. Ebben a pillanatban toxikussá vált Krappa. Hú, amit tegnap kijátszottam a kódnak a kampány részét. Jó volt? 10 per 10. Igen? De lehet, hogy több. Hú, bassz. Nagyon jó. Na, komolyan mondom, ez most az a kod. Mint multiba, mint kampányba. Multiba mi más? Hát, hogy végre Infinity Ward, nem pedig a szaros izé Sledgehammer, meg Treyarch, ugye? És annyival másabb a lövés is, meg mint igen? A imádom. Hát a 19-essel játszottál a sima igen. MV-vel? Nem tudom, én melyikkel játszottam, valamelyikkel játszottam. Te a zombisokkal szoktál játszani. Ó, igen, de a kampányt is megnéztem, tehát... Régen még mielőtt elkezdtem volna streamelni, azelőtt a haverommal mindig duóba toltuk a kampányt, mert ő nagyon szerette a kodot, és akkor úgy nyomtuk, de az még szerintem biztos, hogy PS-en volt, és szerintem PS4-en, vagy így, nem tudom, de valamelyik konzolon. Elképeszt a képességet, hogy bármiről, de bármiről oda tudsz kötni a kodocskáthoz. Nem teltek róla. Tehát annyira hatása alatt vagyok ennek a játéknak. Tehát ritkán jön azért ilyen játék. Sajnos. És akkor meg kell becsülni. Nagyon várom a pénteket. Na, mi lesz pénteken? A multiplayer megjelenés. Ja, hogy miért az még nem jelent meg? Nem, csak a kampányt lehet játszani, aki előrendelte. Ez most nagyon rosszul állunk. Én például nagyon be vagyok szorítva a bázisra. Itt van egy ember, aki folyamatosan visszatart minket egyébként. Nagyon jól csinálja sajnos. Majom fejű. Elindítottam a izét, a Rain-t. Ott van fent. Meghalt. Felmossa velem! Meghalt. Nagyon ritkán jönnek kodok. Hát évente egyszer vágod. És... az kevés. Nem mindig ilyen élmény nyújt egy játék. Nem mindig olyan jó, de ez most nagyon jó, hála az égnek. Én nem vagyok ez a nem alvós, de szerintem a jövő hétvége az éjszakázás lesz. De nem ölsz meg, de megöl. Te hogy? Hát és most megint az jön, Mugyi. Úgy elég sok mi színünket látok. Kicsit megnyugodtam. Hú, most én itt nagyot mentem. Rájöttem, hogy ezzel hogy lehet nagyon szépen snipe-olni messzire, tehát a közelembe se tudtak jönni. Igen. Aha, mi? És egy hármat szerintem megöltem úgy, hogy így lepattogtak a drágalátos buborékjaim. Aha.
Hogy? Tudom már, mihez hasonlít ez a karakter. Tudod milyen? Ez mint kicsit OV Junkrat-es. Tehát, hogy így megyek, és így dobálgatom a izék kis golyókat. Junkrat-et általában sokan szeretik, hogyha az a nevében van. Nem. Na. Menjél innen. Ne, a ulti közben voltam, pedig de jó lett volna. Ez a köröm. Ez nagyon rossz volt. Nem voltunk olyan jók mégse. De mi a franc? Hát hátul tartottak minket. Aha. Nem tudom, csak nagy volt a pálya is. Ameddig elláttam, ameddig szem ellátott, addig a mi színünk addig rózsaszín volt. Fuck. Ezt megnéznék egyébként egy ilyen játékot, mondjuk úgy, hogy tudod, itt van izé Cucu Conti, meg egy-két ilyen... Splatoon-t? Aha! Tehát egy 4v, egy full primate 4v4-et. Tényleg nem öltél senkit. Én mondtam, baszki. Nem, ez most akkor nem volt annyira jó kör. Tehát látod, alattam 5-öt ölt a gyerek, de mégis kevesebb pontja lett. Szóval az meg nem festett, ezek szerint. Tehát... Mondjuk azzal a sniperrel, amivel volt, meg is lepődtem volna. Ja, hogy... Igen, azzal nagyon nehéz festeni, tehát hogy az... Nem a legjobb, maradjunk annyival. Na, milyen színek vagyunk? Amúgy a káddal sem, tehát a káddal sem annyira jó, tehát hogy azzal például nem tudok arra rámenni, mint mondjuk a dupla pisztollyal, amikor tudod így leszpónolok, és akkor jó, akkor ezt a részt most én befestem. Ja, yeah, tehát ezzel igazából így pusholsz előre, pattognak a golyók, és így össze-vissza festek, tehát hogy ezzel nem tudok így komplítelni területeket. Azt például nem tudom, hogy öltem meg. Szerintem a buborékjai megtalálták. Itt össze-vissza patognak a pályán, az csak alakít valaki, nem? Már megy is az ulti. Ajaj, ránk fog robbanni. Igen, én belehaltam, de eldobtam az ultimat. Nagyon szép. Mondjuk nem tudom, hogy olyankor, amikor halott vagy, úristen, várját, a bázisunk nincs befestve. Micsoda. Tényleg. Lol. Akkor azért nem jöttek előre olyan sokat ők, mert ők befestették a bázisukat velünk ellentétben, meg pusolt mindenki nálunk. Na és ezzel rossz egyébként ilyen bázist festeni. Hát én is itt hátul maradtam. Figyelj, a mi területünk az kb. Nincs lefestve. Aha, én is azt nézem most, hogy még azóta itt hátul vagyok, és még mindig van szabad hely. Nem tudom, hogy ez mennyire jó taktika, hogy az elején előre pusholunk. Na, töltsél már fel! Az. Ne, ja, hogy... Okay. Az nem jó. Igen, egy sorozat bubiból meg tudnak halni, tehát ebből a szempontból tényleg borzasztó jó pofa ezzel PvP-zni, de bázist festeni nem jó. Most figyelj, például ezt az ulti, elultizott a crabbe. What? See you next. Nem is halt. Hallom, srácok, mindjárt indítom. Amúgy imádom ezt a Stream Leaders-es promóciót, mert amikor olyannak kell játszani, amit kajak függök, és imádom, hát ez a legjobb. Igen. Így nincs vele munkát konkrétan, mert te is élvezed. Egymást töltük meg, no way! Go, gyerünk itt, még ezt a zöld területet le kell festeni. Azt nem sikerült. Ugye, volt már rosszabb. Na jó, ez nem tűnik rossznak. Nem tudom eldönteni. Jó, hú. Na, épp hogy csak, de miénk, szép volt.
Easy. Én már be kéne nézni néha a shopba szerintem, hogy milyen ruhákat meg ilyeneket lehet venni, mert így az, a, na, azzal nem igazán foglalkoztam még. Követ érdekli, egyszer se léptem oda be. Jó, de már van, van már 72.045 pénzem, úgyhogy már egyébként vettem ruhákat, csak nem sokat. Ja. De neked ez gondolom olyan lesz, mint a húz, hogy így belépsz, és így azt látod, hogy amúgy Krapának 7 milliója van, mert ő így megvette az elején az első karaktert, a John-t, és így másra nem kér, másra nem játszik. Pont tegnap jutott eszembe egyébként a húz, hogy Istenem. Mennyire éltük, és mennyire nyomni kéne még, basszus. Ez switches játék? Igen, ez csak switchre van sajnos. Ó, ez az eső egy patkány dolog, most ki tudtam végre próbálni, meg most itt a lobbiba láttam, hogy hogy néz ki. Ez jó ezt eldobálni. Itt van Oliver velünk, az nem Opti, nem a fiad?